Üdv mindenkinek, nem igazán szeretném sokat húzni az időt, most is vásároltam 3 játékot a Steam áruházból, és hát elég érdekes példányokkal találkoztam ma is. Nézzük is az első játékot. Gondoltam megpihenek egy kicsit, mielőtt belevetem magam a játékba. Hagyom, hogy átjárjon a trópusi hangu... Hoppá! Szóval igen, trópusi hangulat, csak ne álljatok túl sokáig egy helyen, mert transzparenssé válik a föld. Itt a parton egyébként lehányt valami elég gusztustalan virágtotem, ez nem tudom mi akar lenni, valami ellenfél. Húgy. Mi az, hogy húgy? Ennél komolyan nem volt jobb ötlet? Gyakorlatilag minden egyes jobbegérgomb után ezt kell hallgatni. Most azért így elképzelem, hogy valaki ott áll egy mikrofon előtt és farccal belemondja, hogy húgy. Jó, nyilván nem biztos, hogy emberből jött ki a hang, de azért vicces belegondolni. Gondoltam, akkor inkább úszok egyet, és itt is egy nagyon érdekes jelenséggel találkoztam. A víz alatti overlay már akkor megjelenik, amikor még csak épp belesétálunk a vízbe. Egyébként se volt jó ötlet az úszás, mert sikeresen bementem egy hajóroncsba, amiből lehetetlenség kijönni, muszáj volt előről kezdenem az egész szenvedést. Harmadik próbálkozásom után megláttam a hegyen minden Fallout 76 játékos első házát, gondoltam felnézek, hát ha van itt valami érdekes. Találtam is egy ásót és egy pár kötelet. Na, nagyon jó, akkor én szerintem ezzel ide fel. Nézzük meg ezt a csodálatos ásót, nagyon érdekesen működik, ugyanis... gyakorlatilag használatkor lehelyez egy földkupacot, ami gyakorlatilag az ásás helye. És igazából ezt bárhova lehelyezhetjük, gyakorlatilag a levegőbe is. Hát ez marha jó. Hát nem is kell itt építkezni, ezzel megoldok mindent. Örömömben mondjuk befortnite-oztam magam a föld alá. Na mindegy, legalább elásni sikerült magamat. Mondjuk azért ez egy olyan funkció, amit nem sok játékban lehet megtenni, azt valljuk be. Eszembe jutott, hogy az ásóval akár meg is találhatnám a kiutat a játékból. Sikerült is. Átástam magam a hely túloldalára. Aztán igazából eszembe jutott az is, hogy egy igénytelen szarjátékkal játszom, és valószínűleg tök mindegy, merre indulok el az óceánban, egyszer csak ide fogok jutni, és hát igazam lett. Találkoztam egy új ellenféllel a virágtotem után, aki... nagyon ijesztő. Viszont hogyha felkapjuk, akkor semmit nem tud csinálni. Na jó, és most mit csináljak veled? Takarodj innen. Hoppá, átdobtuk kreatív módba. És az az érdekes, hogyha közelebb megyünk, akkor leesik. Kidobtuk a draw distance-ből. Gondoltam, kipróbálom, ez működik-e más ellenfelekkel is, úgyhogy felkaptam egy madarat és elhajítottam. Még a kraftolást megmutatom. A menüben van egy csodálatos tutoriál, ami kioktat minket, hogy ezt hogyan is kell. És hogy hol kell ilyet kraftolni? Hát hozzá kell cseszni a követ a bothoz és kész. Ez vajon tényleg működik? Na bazd meg! Igazából mindig meg tud lepni ebben a sorozatban, hogy mindig van lejjebb. Ennyire low effort, broken, igénytelen pixelhalmazt rég láttam már. Szerintem a sorozatban az egyik legigénytelenebb darab. Ezen a tényen az sem javít, hogy rá van baszva a játékra az alfa jelző. De hogyha alfa állapotban van a játékod, akkor miért adod ki? Vagy hogyha már legalább kiadod, akkor miért nem használod a Steamnek azt a remek funkcióját, amit Early Access-nek hívnak? Akkor legalább a játékos tudja, hogy ne számítson valami polírozott mesterműre. Nagyon jó példaként ismételten a Besiege-et tudom felhozni, amit az előző részben már megemlítettem. Az is Early Access játék volt, néhány euróért árulták, és már akkor is egy teljesen működőképes valami volt. Na mindegy, hát láttunk egy ilyet is. Szerintem nézzük tovább. Mai Kung Pao csirke ára 1790 forint és 29 ember élete. Tényleg megérte. Feladatunk, ki kell szállítani az ételt, miközben megküzdünk a többi futárral a boravalóért. Vagyis Nötpincér Battle Royale. Illetve most már Foodpanda. Amikor a scriptet írtam, akkor még Nötpincér volt. Ilyen hatékonyan adok a videóimmal. Meg egyébként egy harmadrangú Mario Kart koppintása játék, de már ott elbukik az egész, hogy a bicikli irányítása valami borzasztó. Kanyarodni kifejezetten problémás.
Azért egy bicikli nem kanyarodik ennyire nehezen, és nem kell farolgatni vele ahhoz, hogy bevegyünk egy 90 fokos kanyart. A pályán felvehetünk különböző fegyvereket és power-upokat. A rakétát már bemutattam a város ártatlan lakóin, de egyébként a versenytársaink ellen is lehet használni. Közben itt már egy másik pályán vagyunk, az előzőn csúnyán leszerepeltem, de nem is nagyon figyeltem az időre. Bemutattam a többi power-upot. Egyel például óriássá válhatunk, és mindenkit el tudunk repíteni a francba. Ezen kívül van egy megafon, ami ehhez elég hasonló, csak kisebb rádiuszban. Bevallom, a játéknak ez a része elég élvezetes, ezeket a power-upokat tényleg jó használni. Ezen a pályán egyébként arra is figyelni kell, hogy egy meteor néha becsapódik, és szinte mindig a mi körzetünkbe az ellenfelet nagyon nem zavarják. Na lapozzunk, mert megint utolérhetetlen előnyt szereztek a többiek. Előny ide vagy oda, igazából nem is nagyon van esélyünk nyerni. Itt van az utolsó pálya, ami egész korrekt az előzőkhöz képest. Vannak ilyen gyorsítók is az úton, ami hát nyilván nem egy túl eredeti ötlet, de ez nem baj. Szerintem ezek hozzáadtak a pályához jelen esetben. Viszont nézzétek meg, hogy most én vagyok az első, aki leadja a megrendelt kaját. Nagyszerű, kaptam 1000 aranyat, hívjuk aranynak, plusz 500 borravalót. Borravalót viszont valamiért nem számolja bele a pontunkba. És akkor most az ellenfél másodikként szállítja le az ételt, de ő 1600-at kapott. Ez mi a franc? Még hogyha bele is számítjuk a borravalót, még akkor is jóval többet kapott, mint én. Egy kvázi versenyzős játékban mit tudnék még tenni azon kívül, hogy gyorsabb vagyok mindenki másnál? Hogy kell nyerni ebben a játékban, basszus? Nagyjából ez volt az a pont, amikor elengedtem a játékot. Gondoltam akkor, nézzük meg, hogy itt is ki lehet menni a világból. Sajnos kimenni nem tudtam, mert itt már van egy láthatatlan fal az előző játékkal ellentétben. De ott a világ vége, szóval... fél siker. Még egyszer megpróbáltam a marsos pályát, hát hogyha ott ki tudunk menni. És elég érdekes dolgokra lettem figyelmes, például az, hogy a meteorok azok feltűnően minket követnek, még ide a pálya szélére is. Na mindegy, nem ez a lényeg. Valamiért, ha lecsúszunk valahonnan, akkor nem lehet fékezni. Egyszerűen csak meg kell várni, amíg a domborzat miatt megállunk. Az irányunkon tudunk változtatni, de lehetetlen lelassítani a biciklit. Értem, hogy talán nem minden esetben ajánlott fékezni egy lejtőn, de azért jó lenne, hogyha nem kéne megvárni, amíg a talaj gyakorlatilag nulla fokos lesz. Amúgy összefoglalva mindent, egy kis munkával egy egész szórakoztató partijáték lehetne. Nem mondanám, hogy világ megváltó ötlet, de nem is kell mindennek annak lennie. Viszont sajnos a jelenlegi állapotában nagyon igénytelen. Az viszont tény, hogy a rakétával ártatlan városlakókat kínozni egész jó volt. Team Z, vagy Teams, mindegy. Jó név egyébként, mint hogyha emlékeztetne valamire. A játék egy Star Wars-os bevezetővel indít, ahol nagyjából ismertet a történettel. 2023-ban járunk, és kiderült, hogy a Covid vakcina egy szupervírust hozott létre, ami elhozta a zombi apokalipszist. Ajha. Hát, hogyha most rossz májú lennék, mondhatnám, hogy egy legenda vagyok koppintás, de legalább próbálkoztak. Amúgy megtérjünk erre egy kicsit vissza. Szóval, mit is írt a játék az intróban? Egy autóbaleset után ébredünk fel, ami után nem emlékszünk semmire, ami azelőtt volt. És mi a Honest Trailers castingján elbukott főhősünk első mondata? Ha nem tudunk semmiről, honnan tud a zombikról? Mindegy, tudom, most mindenbe belekötök, nézzétek el. Nézzük, hogy milyen a játék. Ó, felvettem Freeman feszítővasát. Ez 2 perc alatt a 3. popkult utalás volt. Ha ennyire ráértek, akkor biztos nagyon jó a játék, nem? Hát emberek, az a helyzet, hogy ez a játék valami istentelen módon működésképtelen. Csak vegyük sorra a dolgokat. A mozgás katasztrófa. Ilyen rossz mozgással FPS játékban még nem találkoztam. Rendszeresen elakadunk a semmiben, mint hogyha laggolnék egy single player játékban, viszont a hullák és a tereptárgyak még jobban megnehezítik a dolgunkat. Ezen kívül a karakterek gyakran otthagynak minket a francba egy dialógus közepén, ezek után pedig kezdhetjük előről az egész beszélgetést. Halál után még nyugodtan tudunk kóricálni egyet, itt még arra is volt időm, hogy egy hamvasztást leszervezzek magamnak gyorsan. És ez csak néhány a sok dolog közül. Szóval első feladat, beszéljünk a kislánnyal. Ó. Hát akkor inkább csináljunk valami mást. A low poly grafikával nekem egyébként nincs semmi bajom, és maga a pályadizájn is elég korrekt lenne. Mondjuk enyhén Diamond City jellege van a városnak, de nem baj. Főtéren van egy zongora is, na játszok nektek valamit.
Maga a lövöldözés is oké, bár ez alig ha menti meg a játékot. Nézzünk rá arra a csodálatos sztorira, szóval később felélesztettem a kislányt, mert ilyet lehet, és megkért, hogy keressen meg a maciát, mert elvesztette. Mondjuk kicsit sem volt feltűnő helyen. Ennyi észre, hogy éltette túl az apokalipszist? Ezek után megkér minket, hogy keressük meg a barátját, Jimmyt. Nos, Jimmy egy kis rohadék, mert nem elég, hogy rögtön lebúmerez minket valamiért, kiderül, hogy meg kéne mentenünk, mert a hülye fejével kitalálta, hogy zombikat akar etetni, akik viszont inkább őt nézték ki vacsorának. Nagyon okos döntés. Ilyenek fogják túlélni az apokalipszist, mert akkor tényleg vége van az emberiségnek. Na jó, van, majd én segítek neked, nesze! Mint kiderült, ez valóban működött. Sikerült lehozni vele a daruról, csak újra kellett éleszteni utána. És igazából a sztori számomra itt véget is ért, ugyanis amikor visszamentem beszélni a kislánnyal, egyszerűen nem tudtam vele beszélni. Mindig abba hagyta a beszélgetést, akárhányszor kezdtem előről. Egyébként Jimmy kiszabadítása sem ment szökkenőmentesen. A dialógus közepén egy hordányi zombi támadt ránk, akik elég hamar felénk kerekedtek. Gondoltam, hogy a hősies halál még megmentheti a becsületemet, és... felfedeztem, hogy van rá kicsámp a játékban. Nem hiszem, hogy ez szándékos, de hirtelen vagy százszor szórakoztatóbb lett a játék tőle. És e módon egyébként megtaláltam a kiutat a világból. Ez már tényleg lehetne a budget játékok védjegye egyébként. Mindent összevetve úgy érzem, hogy ezért a játékért most kár. Nem volt különösebben rossz, csak elképesztően bugos és emiatt játszatatlan, de hogyha a bugokat nem nézzük, ez talán egy pár óráig el tudna szórakoztatni. Vannak jó részei, látszólag a készítő is próbálkozott történettel és hangulattal. Valamennyire amúgy sikerült is, a pályadizájn is teljesen oké volt, bár lehet, hogy a pálya és az összes többi elem csak le van töltve, ezt nem tudom. Szóval kár érte. A Rocket Jump tényleg elég jó volt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Halloweenkor érkezni fog a sorozatból egy külön kiadás, ami kicsit máshogy fog készülni, mint az eddigi részek. Ezen kívül érkezni fog egy kiegészítő videó, ami már nem fér bele ebbe a videóba. Ez is valószínűleg a jövő héten fog érkezni. Azt még hadd említsem meg, hogy van egy második csatornám, ahol gameplayekkel szoktam inkább foglalkozni, hogyha érdekel az ilyesmi tartalom, akkor nézzetek fel oda. Találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!